No, hát üdvözlök mindenkit ismét itt a streamben. Sziasztok, sziasztok! Folytatjuk akkor a Dark Souls-t. Aki esetleg a DC Szerón ott van, az már láthatja, hogy meg aki YouTube-on is követi a videókat, illetve az áttöltéseket, akkor az láthatja, hogy felraktam a héten egy videót, amiben végre offline sikerült ezt a két boss-t, Orsteint és Smogot legyőzni. Hál' Istennek! Na de hát az még külön megér egy misét, hogy hogyan, ugyanis megtaláltuk azt a glitchet a játékban, ami borzasztó ritka és nagyon-nagyon nehezen jön elő, és bár látnátok a lelkem, de abszolút nem tudtam, hogy ez létezik. Nem tudtam, hogy ilyen is létezik a játékban. Abszolút véletlen futottunk bele. Úgyhogy akit érdekel majd, és nem látta, annak belinkelem majd ide a videót, de hát én hatalmasat röhögtem rajta, nem lövöm le a poént. Az a lényeg, hogy ezzel a glitch-el sikerült megölni a boss-t. Hát szánalmas egy győzelem, tudom, de hát ez van, nem tudunk vele mit csinálni, szóval, ja, így sikerült ez a kis boss fight. Közben akkor még egy dolgot megnézek, és akkor utána igazából hozzá is láthatunk. A kis Dark Souls-nak. Amit terveztem már az az, hogy még mielőtt magunkévá tennénk a Warp tehetségét, ezért egy dolgunk még van Ánor Londóban, ami azt jelenti, hogy meg kell ölnünk azt a lovagot, aki a Firelink Shrine-ban megölte a Firekeeper-t, és vissza kell hoznunk oda a Firekeeper-nek a lelkét. Úgyhogy ez le, hogy ezt terveztem, azt utána meg majd meglátjuk, lehet, hogy kicsit kalandozunk el, elmegyünk erre, arra, amarra. No, és hát itt jártunk, itt látható, hogy itt már nincsen senki, ott vannak a kis lelkek lent. 50 ezer szólunk van, ami, de előtte, bocsássatok meg, én szerintem veszek föl cumót. Nem szórnod? Meg is megnézzük, hogy ezzel mennyire vagyunk. Hát itt picit fetrólos a szitu, az biztos. Itt erre még nem néztem meg. Na, hello Csigusz, szia, szia! Ó, hát már lefetyeljek is azt a... Erre ígyunk live is, na! Meg is ittam, szia Csigusz, mi újság? Punyi van, punyi van? Lehet, hogy inkább átveszem, mert ez egy kicsit fetrólos szitu. Úgyhogy inkább olyat tegyünk fel, ami annyira nem vágja haza a... cuccunkat. Nézzük, hogy azt mondja, van nekünk ilyenünk. Dingy robe. Hát lehet-e? Dingy glows. Meg van itt nekünk talán... Ja, ez a hard leather boots plusz egy. Hát, nagyjából. Elnézzünk itt, hogy itt erre mi van. Na, tehát akkor itt látható egyébként, hogy ott a küzdőtér. Ott a küzdőtér. Milyen jó kis ruci. Hát, ja, igen. Kicsit fetrólos a szitu. Egy csak a falacska van. Úgyhogy itt ezeket megnéztük. Szia, Slimi! Hello, hello! Mi újság? Hogy vagy? Hogy vagy? Mark, hello, hello! Neked is, szia! Mi a helyzet? Hogy vagytok? Ó, az elő még feketébe. Ja, egyébként igen, az kicsit fetrólos a szitu.
egyébként, szóval nehéz a cucc, de ez se rossz egyébként. Ez is egy picit úgymond rollos, de majd oda kell bemennünk. Punyi, punyi, csak a szoki, jól van, helyes. Gyönyörű. Nagyon. Jobb ez így, mint hogyha ott ringatózik a kis köcsögnek a része. Jobb ez így, mint hogyha mesztelenek lennénk, az biztos. Nincs semmi különös, megy a csillelés. Június közepe óta kint vagyok Írországban, és augusztus végé körül. Na, mit csinálsz ott Írországban? Na, mesélj csak, mi a helyzet ott? Jó pihenést egyébként, ahogy Csigusz is írja. Igen. Úgyhogy, ja, itt van, itt, ott annál az ablaknál történt a videóban lévő kis dolog. Ha esetleg valaki nem látta volna a videót, hogy én hogy öltem meg végre ezt a két idiótát, hát annak most belinkelem, de ne számítsatok nagy epikus küzdelemre egyébként. Ez, bocsánat, ez abszolút a véletlennek köszönhető. Úgyhogy a pillanatom, mindjárt meg. Mindjárt be is linkelem ide. A chatre, ha valaki nem látta, az nyugodtan nézze meg, nagyon vicces. Úgyhogy érdemes rávetni egy pillantást erre a hatalmas boss fightra. No, de még mielőtt bemegyünk a hölgyhöz, level up-olunk, és azt megnézzük, most 50 ezer szólt tudtunk behúzni a bossból. Mennyit tudunk? Kettőt. Csak kettőt enged. Hát az nem valami sok. De én azt én mind oda is adom az Endurance-re. Ezt már így nagyjából el is döntöttem. Hogy is, mert ugye Dexterity-re ha adunk, az nem sok sebzést növel, gyakorlatilag túl sokat nem ér, nem érdemes. HP-re adhatunk, de az se túl sokat. Ha viszont Endurance-re adunk még, a stamina is csak 5-tel megy föl. Viszont az Endurance az nagyon le van maradva. Erősségre nem kell. Dexterit is ad sokkal többet egyébként. Viszont hogyha Endurance-t ezt fölnyomjuk, akkor legalább az is fejlődik egy kicsit. Ennyi. És akkor azt mondja, hogy mennyit tudok. 1, 2, 3, 4. Még mindig csak 4-et tudok vágni. Nem tudom, hogy előbb-utóbb eljön-e az, amikor 5-öt is tudok. 1, 2, 3, 4. Rollolni, mennyit tudok? 1. Ja, majd előtte megvárjuk, amíg föltölt. 1, 2, 3, 4, 5. Hát nagyjából 5-öt. Ja, na. És akkor menjünk, és végre magunkhoz vesszük a Lord Vesselt. Jó napot kívánok! Egy kicsit nagy. Oh, chosen undead, I am Guinevere, daughter of Lord Gwyn and Queen of Sunlight. Since the day Father is formed it obscureth, I have awaited thee. I bequeath the Lord Vessel to thee. By the power of Lord Vessel, you may know war between bonfires. Ez az. Ez az. Na, erre vártunk már nagyon-nagyon régóta, hogy ez végre meg lehessen. And beseech thee, succeed Lord Gwyn, and inheriteth the fire of our world. Thou shalt endeth this eternal twilight, and avert further undead sacrifices.
Ez az. Enter Covenant Talk. Ezt megnézzük, hogy esetleg mond még nekünk valami érdekeset, bár ezt az angolt amúgy is nagyon nehezen értem. Succeed Lord Gwyn and inheriteth the fire of our world, a grave and arduous test of metal, yea, it shall be. Indeed, we had felt the warmth of fire, its radiance and the life it sustaineth. Without fire, all shall be a frigid and frightful dark. Please, Father's role thou should assume. And inheriteth the fire of our world. Thou shalt endeth this eternal twilight, and avert further undead sacrifices. Kingseeker Frant, the primordial serpent, shall guideth thee. Please, father's role thou should assume. Now thou shalt go forth, chosen undead. May thou be one with the sunlight forevermore. Na, hát srácok. Meglett, amire vártunk. Azt mondjuk, köszönöm szépen, jó vagy. Na, örülök neki. Jó van, pihenges már, pihenges te is. Sajnál a pubéknál van olyan szobály, hogyha itt vagyok, nem ihatok kólát, de ahogy elmentek, el is indultam gyakor Tesco-ba és betankoltam kólával. Hogy mondják ezt a... Na, már gyorsan akartam mondani, ez a Tag Life, igen. Tegnap szűcsögetem pici kólát egy év után, nagyon nem csípem a bubis dolgot, valahogy hiányzott az íze, most elleszek megint egy évig kb. Na. Na. Egyébként ilyen mellékes info, hogy őt meg lehet egyébként ölni, mondjuk nyillal vagy valami hasonlóval, de most nem, most ezt nem fogjuk megtenni. Na, hát megvan a Lord Vessel, és akkor még mielőtt visszamennénk bárhova is, és használnánk ezt a képességünket, van egy feladat, amit el kell végeznünk még itt Anor Londóban. Egyébként az ominózus ablak, ahol történt az eset, az itt van. Ez az ablak, ez valamiért ilyen bugos, de lehet, hogy ott látszódik is benne egy ilyen tearing, egy ilyen szakadás. És lehet, hogy ez okozza egyébként a problémát, mert a... Nem túl spoiler, mert beraktam a videót, de az a lényeg, hogyha itt a főbossz, és úgy főbossz, hogy ugye a végén már Ornstein majd és felszúr a dárdájára és eldob, akkor te átbugolsz itt, viszont visszaesel a padróra, ő meg valószínűleg itt valahogy kiesik az ablakon, vagy nem is tudom, mi történt vele, mert a videóban nem látszódik, meg nem tudom eldönteni, hogy ott tényleg mi történt vele. És akkor itt vársz egy darabig, akár mindent üthetsz is, mindent, ami csak tetszik, de nem fog előjönni sohasem, és win. Szóval... és most visszaköszönne a fal mög, de jó volna egyébként, igen. azt mondta Tau így a DC-n, hogy a kint megvárna, és akkor jöhetne a Phase 3. Aha, mondom, persze. Na, jó. Csinálunk egy olyat. Ezt lecsangeljük, ezt... Azt mondja, hogy ezt a Black Eye Orbot betesszük ide. Gyere, megnézzük, hogy... Amennyiben jól tudom, meg kipróbáljuk. Ide fölmegyek. Akkor... Azt hiszem, be tudom. Try invading. Az ott szépen leesett.
Na, és akkor itt működik az invéd, igen. Na, és ott van szembe. Ott van szembe a... célpontunk. De van neki két ilyen csicskása is. Ajaj, ajaj, ajaj. Ajaj. Nem lesz egyszerű menet. Ajaj. Fussunk el gyorsan, hogy... Mert csak próbáljunk meg. Ja, hogy itt meg nem tudok... Aha. Ja, de tudok. Két S20. Nem sok. Na igen. Semmi baj egyébként, mert a... itt visszatérek a világomba, de... Szia, Zongoán, hello, hello. Ez jónak indul, igen. Nem tudom, hogy itt be lehet. Itt nem tudom beinvédelni. Akkor keresni kell egy olyan helyet, ahol ez működik. Csak valószínűleg ott kint lesz akkor. Sziasztok, ez még egy jó csata. Igen, igen, ja. Na, még ennek egy pár szóra azért neki fogunk futni, mert hát lehet, hogy... Az a baj, hogy nagyon fetrólos is vagyok. Equipmentet change-en kéne még pedig úgy, hogy... Mondjuk ezeket úgy leveszem, akkor nem tudom, hogy... Ez így egy picikét jobb. Szia Koktó, hello, mi újság srácok, Szongohán Koktó, hogy vagytok, mi a helyzet veletek? De fölmegyünk, hogy ne nagyon bántson minket senki. És akkor próbálkozunk egy ilyen... invéddel. Na. Risk of rain. Na, majd megnézzük. Csak egy csak két ezt tusztad. Au, igen. Hát, hogy ezt a varázslót, ezt először ki kéne iktatni a köztudatból. Jó, nem volt. Ez az. Jó, akkor ő már nem fog varázsolni. Ez is egy fontos szempont. Jó. Szépen apránként. Jaj. Ajaj. Thank you.
Jaj, az eltalált. Az híleli magát, vagy? Ez az, meghalt. Nem kaptam meg a... Ja, de várjál, Firekeeper szól... de, ott van, megvan a Fire. Ring of Favor and Protection. Ez az! Az jó, a Ring of Favor, az föl kell rakni. Az jó. El kell másznunk a... Lenti Bonfire-ig. Köszönöm szépen, Koktó! Köszi, köszi. Na. Elmászunk a Lenti Bonfire-ig. Na, ezt az utat ezt már gyorsan megvoltál vele, pedig nehéz. Az volt a jó taktika egyébként, hogy hányszor próbáltuk? Kétszer próbáltuk. Ugye először, ha le tudod győzni a varázslót, az jó, mert utána ő már nem fogott lövöldözni téged. Kezd belejönni az úriember, ne kiabáljuk el, de ja, igen. Szóval igen, na, megvan a Lord Vessel. Ja, csak láttam, hogy kérdezte. Én jó vagyok, köszönöm szépen, Koktó, egyébként, úgy pihentem egész hétvégén, meg jó barátokkal találkoztam, úgyhogy ez volt a hétvégén. Ja igen, 10-re föl van húzva, és hogyha úgy jövök vissza, úgy én védek, akkor 5 lesz. Uh-huh. Na. És akkor megvan a Firekeeper szól. Várjál csak, Koktó, hogy... Hú, most így hirtelen majdnem elfelejtettem, de úgy... Na, mindjárt megnézzük ezt a warpot, de ez ennek a lovagnak a páncélja, ez fönt van Orsteinék fölött, nem? Na, és itt a warp, azt mondja, hogy Chamber of the Daughter of Chaos, Depths Undead Perish. Uh-huh. Hogy megnézzük még egy, Már ott van, azt hiszem, hát nem tudom, nem emlékszem pontosan. Na mindegy, ezt már... Ezt az időt már beáldozzuk akkor. Mert azt hiszem, Ornsteinék fölött van az ő páncélzata, így megjelenik a megölése után, talán. De lehet, hogy rosszul emlékszem. Na mindegy, majd most megnézzük, aztán... Max, ha nincs igazam, akkor így jártam. Na, jön a hétvége neked, Szongohán? Hát, na, örülök neki. Akkor te egy szabadságon leszel, vagy pihenő lesz nektek is? Velem minden oké, köszönöm szépen a kérdésed, Szongohán. El voltam hétvégén. Kicsit pihengettem én is, meg barátokkal találkoztam, úgyhogy ja. És kapta fejbe rendesen? Oh yes, friends. Igen. Jaja. Úgyhogy nem tudom, jól mondtam-e az... Ja, de várját, a Ring of Favor-t azt csak fő kéne tenni. Change equipment. Azt mondja, hogy van nekünk egy ilyen... Van nekünk egy ilyen Ring of Evil Eye-unk, meg van egy ilyen Ring of Steel Protection. Az a kérdés, hogy melyiket cseréljük le a Ring of Favor-re, mert ugye ez boostolja a HP-t, staminát,
a load, az equip loadot, breaks when removed, tehát hogyha leveszem, akkor eltörik, tehát ugye többet nem tudom használni. Ez a defense-et növeli, meg a fizikai támadásokat. Ez pedig absorbs HP from fallen enemies, tehát hogy a levágott enemik után egy kis részét a HP-nak visszakapom. De nem sokat. Ez lehet, hogy annyira nem is érdekes, hogy meglegyem. Ez lehet, hogy egyelőre akkor unepvipeljük és fölvesszük a Ring of Favor-t. Na! És akkor azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4... Ma most tudok már 5-öt vágni, ez az. Wow! Na, és az életség is baromira megnőtt. Na mindegy, most elmegyünk ott arra egyenesen. Júj, azt megijedtem, hogy kapom majd. És akkor rollolni mennyit tudok? Ha teljesen visszatölt, azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja nem, 5-öt. 5-öt tudok rollolni és megvágni is. Az jó. Az jó, így már nagyon jó. Hello Giro, szia-szia, mi újság? Az, ott van, akkor jó emlékeztem, hogy itt van. Már úgy emlékeztem, bocsánat, tehát ugye nem, nyilván nem vagyok tisztában a játékkal, amivel ugye először játszom végig, de videókban láttam. És akkor itt van az ő equipmentje. Itt van. Helm of Favor, Embraced Armor of Favor, Gauntlets of Favor and Leggings of Favor. És meg is hajol előtte. Ez komoly. Csak kíváncsiságból fölveszem, hogy hogy néz ki. Ez ugye unequip. Azt mondi, hogy van egy helmünk. Van egy... Embrace. Biztos, hogy baromi nehezek leszünk egyébként, de kíváncsiságból ezt... Fölvesszük, megnézzük, hogy hogy néz ki. Wow. Hú, azt a mindenit neki. Hát fetról az van. Az menő fasú. Lerajzoltak, Csigusz, a... Már... Na, kirajzolt le téged. Szia, Giro, hello. Ja, hogy így nézel ki, ne... Ja! Na, úgy biza. Na, ez nem néz ki egyébként rosszul. Azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5... 5-öt tudunk vágni. Nem néz ki rosszul. Hát van egy kis fetrol, az biztos. De jól néz ki maga a páncél egyébként, tényleg. Bár ilyen karcsú lennék. Csigusz, rögzítetted a videót? Na, de aranyos vagy, köszi. Na, jó van. Hát nem tudom, hogy nyomjuk-e ebbe egy, mert petrol az van egy picike, de mondjuk, na mindegy, hát... Ezt nem tudom, mennyi protektet ad egyébként. Na, visszamegyünk a nagy bonfire-höz. Hát ott kaptam egy picit. De ez a Ring of Favor, ez nagyon jó.
Nem jönnek. Nem néz ki rosszul, de... Ugye a Fetról az játszik. Hát igen. Ugye levettük a kesztyűt. Hogy is, milyenek is ezek a... az equipmentek, csak kíváncsi vagyok rá, mert... kulcsok, azt mondja, sword... helmet. Na most ez milyen nehéz ez a helmet? Gondolom nem a könnyebb kategória. 18-as, ez a 48-as a... páncél 28-as a... leggings. Nem semmi. Szia Tau, hello hello, hát mi újság? Tessék nézegetni Kondit, Csatin, Sűrű, Youtube-on, everybody. Köszi, Csigusz, köszi, köszi. Nem mondhatják, hogy lemaradtak róla, jaja. Na, Tau, akkor neked is mondom, megöltük a murderert, megvan itt a páncélja, ezt fölvettük. Na most pont... de akkor neked visszarakom. Hogy lásd te is, hogy hogy néz ki. Na, itt a páncél. És megkaptuk a Ring of Favor-t, ami megnövelte az életet is, meg a staminát is, és most már tudunk 1, 2, 3, 4, 5-öt vágni. Tökéletes. Úgyhogy ja. Viszont már muszáj vagyok egyébként lecserélni ezt a... sajnos. Fölvesszük a Thief maszket, mert nagyon nehéz. De egyébként maga a páncél az meg baromi jól néz ki. 23 a Black Leather, 48, aha. Black Leather-t fölvesszük. 13, és akkor itt ez meg... nem tudom, hogy... de egy picit jobb így a roll. Úgyhogy ja. CPO crossplay. Azaz. Úgyhogy ja. Megyünk vissza a Firelink Shrine-ra. Úgyhogy most már tudunk warpolni. Ezt vártuk már mióta. Egyébként. Ezt a Ring of Favor-t azt nem vehetjük egyébként le, mert akkor eltörik és nincsen tovább. De én szerintem nem is vesszük le. Mert az tényleg baromi jó gyűrű. Sok minden boostol. És akkor bemegyünk a... ez az! Ho-ho-ho. De jó érzés! Jó, itt vagyunk. Amiért nem ég itt a bonfire, az az, hogy ugye bár nincsen... még nincs visszahelyezve a Firekeeper-nek a lelke. És most már tud beszélni. Ja, és még meg is hajolunk, tök jó. Now I can continue my duty as a keeper. But I only hope that my impure tongue does not offend. Firekeeper saw required to reinforce Estus flask. Jó, tehát Firekeeper. Forgive me. I am impure. My tongue never intended.
Ez a tong, ez a szó, ez mit jelent pontosan, srácok? Ezt nem néztem még meg, de sokszor használják a párbeszédekbe a Dark Souls játékokban. Nyelv. De a szó szerint véve igen, de itt lehet, hogy itt valami mást jelent, mert ott beleteszem a mondatba, elég hülye hangzik. Never intend for restoration. Ja, hogy... Tudom, hogy nem a language, ja. Á, szia, Neo, hello, nem tudod beszélni korábban, érted? Ja, akkor tényleg arra a nyelvére gondol. Na. Jó. És itt már ugye... Itt már újra ég a tűz. Jó, mi a helyzet, Neo, hogy vagy? Really beginning to like it here. Oh, maybe it's time I do something about it. Oh, maybe it's time I do. Jó, ami a következő feladat, legjobb tudomásom szerint, az, hogy ezzel a kígyóval beszélünk. És visszahelyezzük a Lord Vesselt, őt megéltünk meg illető helyére. Nem sok délelőtt horgászni voltam, délután meg pihentem, előbb ébredtem fel. Na! Még picit túlaludtál? Ó! Nem is láttam, hogy ő itt van. Oh, hello there. I'm pleased to see you safe. Oh, I'll be pleased to assist you by sharing my spell. I'm Casper. Oh, really? But it's your choice. I'm on the fringe. Yeah, I know. Undead or not, that's who I am. I only wish that I could have repaid you somehow. Oh, hello there. I'm pleased to see you. Oh, and if by chance you've had a change of heart, I'll be pleased to assist you by... Ja, hogy itt lehet még visszatérni hozzá, oké. Okay. Azt hittem, hogyha nem válaszolsz ilyen kérdésekre, akkor nem tudod még egyszer megkérdezni. Biztos van egyébként olyan is. Neo úgy érezte, hogy Kondi streamre érdemes felkelni, ti is legyetek olyanok, mint Neo. De aranyos. Köszi. Nem aludtam túl, mert éjszakás leszek, kellett, hogy átálljak. Ja, értem. Jó, akkor... Kitartást majd az éjszakához. Heavens, you have done it. You have retrieved the Lord Vessel after a thousand years. It is you. It is really you. Nagyon örül. Ja, nem ma, holnap. Értem. Forgive me. I really should calm down. Now, let us take that vessel on a journey. I assume that you are ready. Now, be still. Hum? Sajátos lift egyébként. Írtam valamit fentebb, visszaolvashatnád. Jó este, ha már Firing Crane, akkor visszamehetné az Adnance Settle-be is. Van ott egy-két dolog. Jó, oké, rendben van. This is the Firing Chamber for the successor of Lord Gwyn. Now, place the Lord Vessel on the altar. Nagyon kígyója, ja. Jól néz ki egyébként ezzel a... Na, és visszahelyeztük a Lord Vesselt a helyére.
játék. Na és ezzel megnyílt pár kapu, ami eddig nem volt nyitva. Most ez a kapu, ezt tudom, hogy Anor Londóban van. Na, és akkor itt is lehet egyébként leül. Offer souls to Lord Vessel. Az nem tudom egyébként, hogy mire jó. Felajánlani a lelkeket a Lord Vesselnek, az nem tudom, hogy miben segít minket. Azt mondja, hogy Uchigatana. Hát akkor megjavítjuk. As King Seeker, I shall now instruct you, the Lord's successor. Itt nincs olyan, amit... Aha, itt nincsen, hogy hívják, item. Csak így nézek szét, hogy esetleg van-e valami valahol, de... Hál' Istennek nincs. Very well. Lord Szolokat kell majd beletenned, hogy kinyissa a kaput. Ó! Oh. Most mondja. The four kings of New Londo, who inherited the shards of Gwyn's soul. And Lord Gwyn's former confidant, Seath the Scaleless. All of their souls are required to satiate the Lord Vessel. Are you ready? Then we shall return. Stay still for a moment. És megint megesz. Érdekes, hogy hogyan közlekednek ezek a kígyók. Öt új ellenség. Na. Jó. Akkor ez is megvolt. Jó, az Sunlight Altár, aha, az az, ami az Anor Londóban van. Jó, Chamber of the Princess, Daughter of Chaos, Depths, Undead Parish. Az, hol is van, amit az előbb mondtál, ez az Undead? Ugyes, Undead Settlement. Menj a lifthez, abból félúton ki tudsz hátrafele ugrani. Ó. Oh. Várjunk csak akkor. Fel kell menni a tetőre felszedni pár dolgot. Uh-huh. Madárfészekbe kell ülni. Ó. Oh. És akkor ez az a lift, amiről beszéltünk, ugye? Gondolom, igen. Ott van a tetején valami. Az komoly.
Durva. Itt van-e valami? Á, ott vannak lent ládák. De érdekes, és ezeket... Ott is van láda. Azt a mindenit neki. Úgy, ott leestem. Bár lehet, hogy ez most így... Várjál csak a... Ja, na, jöttem le. Jó, már nagy nem bírok tájékozódni. Igen. Jó, oké. De megvan. Megszoktuk már. Hát igen, nehéz, nem tudok nagyon mást mit mondani erre. Ezt már néztük, ugye. Jó, itt. Hát szerintem, ha oda leugrok, akkor biztos meghalok. Nem menj futárnak, azért nem is akarok egyébként. Most itt kiugrottam, ez jó. Csak leestem. Red Eye Orb. Itt vannak még. Morning Star Talizmán. Érdekes. Homewardborn. Lloyd's Talisman. Azt a mindenit. Miket nem találunk te itt? Ne menj futárnak. Ja, azt olvastam már. Egy ház van, és el tudok témedni a fazmóba. Ja. Jó, itt fölvettünk mindent, ugye? Oké. Okay. No... No titkos fal. Amint, hogy... Oh, yeah! Vannak még ezek, biztos, hogy összeépülnek. Hoppá. Ez biztos, jó. Igen. Jó. Itt is vannak cuccok. Large Soul of Lost Undead. Round Shield. Érdekes cuccok vannak itt. Mi van még itt erre? Ja, az majd visszafelé vezet. Wow. Az ott milyen hely?
Ez a bleedinget, akkor ezekre figyelni kell. Itt is van valami, ami össze tud épülni. Ez nagynak tűnik. Aha, itt van egy nagy is. Jaj. Majd erre is kell menned később, de most a tetőre koncentrálj szerintem. Ja, ott arra a tetőre, amit ott láttunk, hogy ott milyen cucc van, ugye? Az a kérdés, hogy itt még van egy valami. Ezt meg föl lehetne szedni. Zweihänder. De szerintem az is eléggé. Úgy hallottam, hogy az is eléggé jó ez a Zweihänder. Talán. Zweihänder, hogyha már németesen akarjuk mondani. Ott a holló. Hogyan jutok vajon arra? Tetőre föl. Ott föl tudok menni. Itt is van valami. Soul of Lost Undead. Hello. Jaj, most meg hol is vagyok? Jaj, itt a kingyónál. Egyik legjobb Ultra Greed Sword. Ó! Oh, wow! Én utálom a movesetjét. Háromban szerettem. Ó! Oh, megoszlanak akkor a vélemények, ahogy nézem. Én sem tudom, hogy hol vagyok, de mindjárt megpróbáljuk azt, hogy... Akkor kezdjük mondjuk elejéről. És akkor... Milyen útvesztő ez itt, ezek a romok. Hol is volt az a tető? Ott van, az a tető, oda kell... Na, nem látunk. Tehát, oda kell ugye följutni. Valahogy valamilyen úton, módon. Lift. Jó nagy a madár, igen. Na most az ugyebár, hát ez már jó, majd visszamegyünk, hogy... kellene ugrani. Opa!
nem baj, nem annyira vészes. Jó, azt mondjuk, hogy... Hát, hogy nézzek szét. Oké. Pamparamparam. Mi vezet oda? Érdekes. Nem az. Értem. Jó. Ezt nézem, hogy... ott van egy lépcső lefele. Ott van egy... Ott van egy... Van egy nagy fá. Jaj. Földről nézzek szét. Tehát akkor menjek le ide, ugye? Mondjuk most, oké, rendben, akkor még egyszer. Felejtsd el ezt a falat. Na várjál, most már akkor abszolút nem értem, hogy mi a... Most akkor mi van. Tehát menj, azt mondod, hogy... Tehát azt mondod, hogy nem. Tehát akkor ne oda, ne ide menjek le, bár most már úgy látszik, hogy sikerült megint. Itt jobbra a föld. Na, ott már voltunk, igen, akkor azt vágom, jó. Akkor menjünk csak vissza. Picsikét. Fú, de... Lehet, hogy leülünk azért, hogy föltöltjük itt az életet. Aztán majd most megpróbálunk akkor még egyszer. Előbb kell a cucca tetőről. Igen, jó. Mindjárt akkor megoldjuk azt is. Ja, hogy oda kéne leugrani. Á, aha. Ó. Működhet? Á. Undead Asylum, Floor 2 West Key. Az igen. Ó, de jó. Na. Jeez, büdös ilyet nem mondom, hogy átugrál egy másik nyavajára a karakter így. Hát, valószínűleg. Ó, tehát az Undead Asylumban most a másik, második. Itt be tudunk ide menni. Ide le tudunk esni. Madárfészek. Na, az hol is van? Menj fentebb.
Á, ott van. Jó, oké, látom. Hm? Mondja, hogy... Várjál. Én nagyon leesni nem akarok. Bár lehet, hogy csak úgy tudnám megoldani, hogyha... Pucs. Ja, hogy ez ennek a teteje volt. Aha. Jó. Oké. Jó. Oké. Hűha. Korlátok nélkül. Ott a fészek. Ez jó. Ja, mert a játék elején akkor... Toji. Kis tojás. Curl up like a ball. Ez marha jó. Azt a minden, jó sokáig kell egyébként várni. Rád ülés kikelsz. Azaz. Akkor visszavisz minket a... Az igen. De az Undead Asylum-ba. A játék elejére. Aha. Northern Undead Asylum. Na most a Westhez van a... van meg a key. Micsudi fast travel, azaz. Hát azért itt már... is van pici. Au. Oké. Okay. Nem tudom, itt van-e valami, ezt néztük egyébként. Szia, Seku, hello, hello! A fáklyás futás legutóbb még nem volt... Ja, igen, itt nem voltak még ilyenek, ez egy ilyen új. Good job, go straight ahead. Ja, ezt gondolom azoknak szól, akik éppen jönnek ki. Nézzünk egy kicsit szét. Mi a helyzet, Seku? Hogy vagy? Hogy vagy? Itt erre semmi. Köszönöm. Ez hogy? Ez hogy? Az komoly. Jó. Jó, beestem ide.
Ennyire azért nem erős, csak nem volt szerencsét se. Hát nem. Abszolút nem. Most akkor vissza. Ja, de most akkor őt régi ismerős, akkor most őt megint le kell beatelni, ugye? Maga alszik? Jó van. Le, meg más is van. Jó. Oké. Okay. Azért ez azért picit biztatóbb, hogy itt jobban föl tud kapaszkodni. Biztos, hogy le lehet esni, csak... Ja, és itt már hamarabb elvisz. Jó. Nem boss. Ez valami opcionális valami? Gondolom, igen. Egyelek meg titeket. Csak itt szakad be egyébként a padló, ugye? Persze. Hogy de nagy ennek a range-e. Seggel. Nem láttam, hogy mit csinált. Au! Nem bírok normálisan hílelni. Tudtam. Nem muszáj ide jönni, de a DLC miatt érdemes, ülj le. Neki is mehetsz, legközelebb ülj a Bonfire-nél, ha dead. Ó, értem.
Jó, oké, azt akkor megkerüljük. Ja. De ez kikészít egyébként, most lettem túl egy bosszon, azt már jön a következő. Köszi szépen azé. Igen, igen, azt láttam ott a bonfire mögötte. Oda leülünk akkor majd. Mindenképp. Ja, hogy te még itt vagy? Rohadék, nem látom. Mindjárt kikerüljük akkor, hogy ne legyen már itt ebből problémánk. Nesze, adja engem békén. Ha mondjuk... Jó. Na megnézzük akkor még egyszer. Jó baj, hogy itt leesek és akkor... Már hílelhetek is, mert... Nézd, már az a kis rohadék is leesett hozzá. Jaj! Au! Nem láttam, hogy vissza. Hol vagyok? Nem látom. Jó nagy a range ennek. Az nem jó, azt szerintem be fogom nyalni. Nem nyaltam be, jó. Azt már viszont be. Jó. Csak sem baj. Oké. Az... Ó... Ezt nem ért. Ilyet is tud. De hogy minden egyes ilyen hülyeségnél nyomja ezt a szart. Jó. Ez az. Jó. Jó,
meg is van. Humanity Homeward Bone. Na, egész jó kis. Titanite Slab. Franco. Köszi, köszi. Még meg is hajulunk minden egyes bossnál. Na. Köszi. Hmm. 31 ezer. Azzal egy szintet tudunk lépni. Nézzünk már itt szét, külön van valami. Azt tudom, hogy ott nyílt meg a kapu, ez tiszta sor. Nem, mi történt, kinyílta azt a nagyzét. Hová lóga? Ki? Ki? Melyik másodjára, harmadjára? Valahogy így van, nem emlékszem pontosan. Tehát szépen fölmászunk. Valami. No. Shit. Jó, oda. Hát más lehetőség, úgy látom, nincsen. Le kell oda esni. Read message. Ja, ó, ó. Hát az egy knight. Az egy knight. Ember, Kondi, ha ember, ne legyél már ilyen gyors, hát mi van veled? Meg se válsz, pedig csak 5 perc rúgottam ki a konyhába. Aki lemarad, kimarad, igen. Pontosan. Ja, igen, aha. Itt meg itt van még az, amikor tanít a játék. Aha. Franco, hogy csak egy esztuszunk maradt. Erre a jó képességűre. Ezt nem nyílik. Oké. Áú, de ügyes. Engedj ki. Nincsen másztusz. Jó, hát ezt gondoltam. Hát, igen, szűkebb helyre nem tudták volna rakni ezt a rohadékot egyébként. Na most itt... Azt akarom megnézni, hogy... Ki az, aki... Ja, jó. Oh. Au, köszi. Ez... Jaj. Köszönöm. Eljutsz az erdőig, mindig majd meglátjátok. De az is nagyon jó lesz egyébként. Halló? Hát köszönöm. Menjek vissza a Black Knightért, ne hagyja. Crest Shield. Ez nem tudom, hogy én... Megtámadott. Igen, azt mindjárt mindenféleképp vissza akarok menni. Azt nézem, hogy van-e valami más út, mint... Tehát most vagy mindenféleképp ott... le kell esnem?
Vagy esetleg megoldható itt is. Ó, várjál csak, megoldható elvileg akkor itt is. Ajaj, egyesével kéne. De azt tudja legalább... Olyan jó lenne, hogyha legalább gyorsabban ezt iszolna. Ez az. Ó, Black Mice Swarm, Red Titanite Chunk. Azt a mindenit. Na, ez tényleg megérte. Ez jó. Megvan a Long Swordja. És nem tudom, hogy ez a... Oda még megnézzük, hogy az ott micsoda. Peklar Doll. Innen indultunk el, ugye? Tehát ebből indultunk el innen. Na, jó. Ez kell a DLC-hez, most menj fel még oda, ahova az elején le kellett ugrani a bossra. Ott van egy ajtó fent, amit ki tudsz nyitni. Ó, oh, és ja igen, az ami... Na, hogy hívják, tudom. Én várjál, honnan is jöttünk. Ja, aha. Ahhoz van meg a kulcs, ugye? A kulcsi kulcs. Lehet, hogy leülünk. Ezeket kiírtam már. Ne zavarjanak itt be. Hogy? Nézzünk itt szét. Van egy ajtó. Az biztos. Oh, wow! On fire! Jaj, már megint! De jó, hogy ezek a Black Knight-ot így eluralták az egészet. Remélem, jó fele megyek. Get your shield! Nem, kösz. Hát, kizásos alapon más ajtó nincs balra, úgyhogy ez.
leülünk, hogy azért túl sokat ne kelljen. Szólókkal kezdjek valamit? Hát mondjuk egy szintet igazat tudok levelápolni. Egy szintet, tehát el lehet... Mondja a dexterity picit, azt mondja a vitalitás az se rossz. Hát jó, azt mondjuk később, hogy magát az endurance-t ezt még tolhatom fölfele, de mondjuk hát 154, 150 annyira nem. Elveszted, akkor nem fájjon annyira. Igaz, igaz, igen. Na jó, hát akkor ráadjuk most a dexterity-re aztán. Így. Így a szupi. Picit nagyobb a sebzés. Nem sokkal. Azt hittem megint támad. Jaj. Ez is Red Titanite chunkot adott. Na, nem is rossz. Vászat. Ez itt túl sok szójuk nem volt, ahogy nézem. Á, jó. Oké. Okay. Nézzünk szét, hogy valahol valami item esetleg keletkezett. Hát itt vagyunk a második szinten. Zsír. Itt gördült le a cucc, ugye? Ja. Itt támadott meg a lovag. Ott van egy. Ó, jó. Ott van egy ilyen item. Arra van a golyó jött. Jó. Semmi. Jó. No problem. Ott van fönt a srác. Már nincs. Jó. Ugye innen mentünk el a bosshoz. Oh. Igen, innen estünk le a bosszikához. Ó, kiáll belőlem egy szép nyíl. Sziasztok. Ja, és akkor ez az. Jóó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 
Oké. Okay. Á, és akkor ezzel most már ez elérhető. Rusted Iron Ring. Ó. Ez... ez mit tud? Improves balance on poor footing. Hm? Jó.
Jó. Van-e itt még valami? Ezt ha felteszed, akkor tudsz szaladni a vízben mocsárba. Jaj, tényleg ez a Rusted. Ha, ja. Most megmutatom Neo, hogy jelenleg ugye megöltük a... Ugye megvan ez a Ring of Favor, ezt föltettük, ezt mindenféleképp, ezt fönt is hagyom. De... Ezt majd le tudjuk egyébként venni. Ezt megjegyzem, hogy ez megvan ez a ring. Most nem teszem még föl, de ezt megjegyzem, hogy ez megvan, és akkor majd, ha esetleg szükség lesz rá, akkor föltesszük. De elvileg akkor itt már több minden nincsen, ugye? Nem tudom, hogy kimaxoltuk-e a területet. Nincs ez ennyi. Jó, hát akkor megyünk vissza. Oksika. El kell dönteni, hogy merre akarsz tovább menni. Igen. Abban biztos vagyok, hogy legalábbis arra gondoltam, hogy majd valami olyasmit kellene. Egy pillanat, hol is van a másik vége erre. Ja igen, itt van. Jó. Valami olyasmit gondoltam egyébként, hogy visszatérnünk még ott. Nos, Lost Izalit Nitó felé, vagy a könyvtár felé. Nem is tudom, hogy a jelenlegi szintemen melyik lenne az érdemesebb. Megubódzódunk. Azt tudom egyébként, Neo, azt láttam. Azt tudom, az nagyon-nagyon gáz. Arra a lelkiekbe föl kell készülni. Itt alszik lent ez a... Ja, most itt nincs, itt lehet, hogy csak nem töltött be, de... Csak itt alszik lent. Ja, most töltött be. Hova tűnt innen? Jó. Arra gondoltam,
Blightán Bannon megölted a pókcsalt, Alfertus tovább menni, vagy Anor Londo van könyvtár felé, ha nem akarsz még Nitóval foglalkozni. Blightonba mindenféleképp vissza akarok majd előbb-utóbb menni. De... hogy áll a kard egyébként, azt meg kéne nézni. Ott van 1/8 van. Arra gondoltam, hogy... azt ott lehet, hogy föl kéne venni. Arra gondoltam, hogy itt a játék, kicsit nosztalgiázunk, itt a játék kezdetén itt szétnézünk erre, hogy van-e itt még esetleg valami. Azért először azt a dobálós hülyét azt onnan... Jaj! Így né. Tehát egy picit rékós volt, de... Ah! Hey, Shemai. I didn't expect to meet anybody here. I suppose great minds think alike, eh? Ez milyen aranyos szemüvege van. Mit is tudunk tőle venni? Gold Pine Resin csak. Bottomless Box. Ja, Crystal fegyvereket. Crystal Greatswordot, Straight Swordot. Helm of Wise. Az komoly. Gauntlet Vanisher. Golem Armor. Neki meg van a Golem Armor. Az komoly. Meg az Ornsteinhe. Ornstein szett is megvan neki? Az komoly. Ezeket mind meg lehet tőle venni. I'm afraid I don't see anything here. Ő kempingezett a Blighton kapu. Jaja, igen. I'm afraid I don't see... Well, that is a shame then. But no matter. No, not to worry. Come back again. I'm always available. Not every trade was meant to be. There'll be more in store for us. Someday, sometime. Ring of Sacrifice. Na, az pont olyan, ami nagyon nem is kéne nekünk. Picikét... Igen. Jó. Ez az. Na. A kis patkány. Nem tudom, hogy miért jöttem meg. Ne csak. Arra vagyok kíváncsi, és nézzük már meg az equipmentet, hogy van Purple Moss Clampunk mérgezése, meg Blooming Purple Moss Clamp, ez a curse... Ja nem, ez a toxinra... van. The Loring Skull... Azt a mindegy... Azt a mennyi... lelkem van. Humanity-ből van 8, Twin Humanity-ből 3. Rubbish. Vannak itt azért cuccok rendesen. Titanite. Fairbox. Ezek kulcsok. Dragon Slayer Arrow. Nagyon jó. Mik nincsenek, mik vannak? Ja, meg mehetsz még New Londóba. Ja igen, a New Londó az lent a... Igen, gondolom erről a Ancient Curse-ről jutott eszedbe. Úgyhogy elmegyünk a végére.
while there. I thought maybe you'd forgotten about me. Are you back for more of my moss then? Plenty of bocsia, az ugatásokért. Kis kutya sétáltatás az mindig. Ez hozza ki. Aha, 500-ért vehetek még Purple Moss Clumpot. Bloomingot a toxin ellen. Á, mérgezett nyír. Kakát is lehet tőle venni. Tensioned Curse-t is lehet tőle venni. Rotten Pine Resin. Á, ez mérgezést ad a fegyvernek. Prism Stone. Pathmarker. Az igen. Humanity. Azt is lehet tőle venni. 5000-é. Nem rossz. Purging Zone. Tension Curse-t ne vegyél. Azt az dobnak lent a... Hogy hívják, ott gondolom. A nyúlondóban dobnak lent a szellemek. Abból van utánpótlás. Bleeding build up, ez meg a bleedingre van, 300-ért. Miért ne? Come again, if you please. Igen, droppolják. Megnézem, hogy csak mond-e valamit, vagy... You can't travel a stone's toss without some trusty moss. Make sure you take plenty with you. Are you toying with me? One day your fate will catch up with you. I have a sense for these things. The gods above are watching you. Hát ez most miért lett ilyen mérges? Undead Burg. Na, azon gondolkozok. Hello. De maradjál csak nyugton egy picikét. Meg kéne nézni, hogy múltkor elültettétek a bogarat a fülembe, hogy van ez a, ugye van itt lent a doboz, amiben a large ember van. Most így nem, megmondom őszintén, így elbizonytalanodtam, hogy én azt a dobozt azt kinyitottam-e. Bár én úgy emlékszem egyébként, hogy szerintem igen, de mindjárt megnézzük. Hallod? Ugye ott van lent a... Ennél a... Hogy hívjáknál? Hentesnél. Valahol, de nem is látom most a hentes, nem tudom. Menj, menj! És igen, ki van nyitva. Tehát a large ember az megvan. Oké. Hagyjatok szépen békén. Jó. Innen föntebb már nincsen semmi, ugye? Jó, oké. Okay.
Na itt van a jó öreg kis területünk. Nagyon szerettük. Már az elején azt mondja, hogy ó, ez nem így működik? Á, ez így nem működik, jó. Azt hittem lehet. Próba cseresznye volt. Sincsenek nagyon más semmik egyébként, tehát úgy gondolom, hogy ezt innen már úgy fölvettük, ami érdekes. Nem jött össze el se. Hát mindegy, legalább kipróbáljuk, hogy mit tudunk, mit nem tudunk. Na itt a, itt a kedvenc helyünk, úgymond. Azt mondja, hogy ott van egy létra, ott vannak lent emberkék. Ott öltük meg a katonáért a zárust. Nem sok farmolgatás, icipici. Au. De... azt akarom csinálni, hogy én ide most leülök. És... hova is vezet? Szem a... ja, tudom. Ohohohoho. Ez honnan tudta, hogy itt vagyok? Igen, ez a hídra vezet, ahol a sárkány van. Hova én el akarok menni, az... Jaj. Na. Ezeken már azért kicsikét egyszerűbben túljutunk. Kivédte, rohadék. Jaj. Most odafönt már jártunk, az biztos, hogy onnan elvittük a cuccot. Ezt itt mindenféleképp megölöm, mert ezt nem akarom, hogy itt hülyéskedjen itt nekem. Meg én off-stream, ott lent a Black Knight-ot én már elintéztem egyszer. Au. Ne böködjék. Ugye ő ott volt lent,
Már nincs. És itt volt az a ring, amit fölvettem. De azt hiszem más nagyon nem. Nézd már! Honnan kerülnek ezek ide? Ez gurít még? Nem. Jó. Jó, és itt lent volt egy enemy, ami eléggé tough, de lehet, hogy megbírjuk tán csinálni majd. Megpróbáljuk. Még egyet menni kell? Uh-huh. És ő tudom, hogy őriz egy shortcut-szerűséget. Aha, ott már jön is. Fölcsaljuk ide. Picikét. Au. Hát igen, ő elég táp. Ja. Egyéb... Ja, elég durva páncélja van. De egyébként nem lehetetlen, ahogy nézem. Csak meg kell próbálni még egy pár szó. Hogy szekú nevet. Jó. Itt elszaladom mellettük. Nyugi. Au, szóval jöttök? Értem. Na, ennyi. Ó! Na, srácok. Hagyjatok békén. Nem tudom, hogy ezek mennyi, meddig jönnek utánam, tehát hogy idáig le is. Á, itt vannak a szójaim. Túl sokat nem vesztettem egyébként, mert nagyon semmit se jelent. Bár mondjuk, hát nem tudom, lent nagyobb be a hely, de... Ajajajajaj. Ezt a késleltetett támadását. Még nehéz visszaverni. Lehet, hogy lent kéne megküzdeni vele. Az még komoly, ott látom az árnyékukat. Szóval ezek így jönnek ide utánam. Oké.
Nem tudom, hogy mit dob, de nem valószínű, hogy longsword. Nagyon fontos. Itt a lelkek. Áú, hogy az elér. Rohadjon-e. Armor of Thorns, nem néz ki rosszul. Sem már belétek. Menjetek már a rúdbó. Nézd meg, hogy az a fakarda, hogy kivédi. Hello Soldier Shield. Valahogy okosan kellene. Ez az. Megvan. Ott volt a seggező. Havel's Ring. És ez micsoda? Boost maximum equipment load. Oké. Jó. Master key. Na, ez egy ilyen Darkroot bezinbe egy ilyen, hogy hívják, vagy ilyen, nem tudom, mit mondjak. Egy ilyen shortcut. Itt van valami item. Mi? Ja, meg ott van a hidra. Vagy ilyen, ja, igen, ott van a hidra. Ezt is meg lehet ölni. Ott vannak a kristály emberek. Úgyhogy ja, ezt mindenféleképp most meg akartam egyébként csinálni, hogy ezt kinyithassam. Később valószínűleg fontos lesz majd. És a Blighttownba majd lemegyünk, mert ott lent a mocsárban nagyon sok olyan kis item van, amit föl lehetne venni.
ha fölmegyek, itt van-e valami újdonság? Hát úgy nem gondolnám. Itt volt a Lizard, vagy az a Lizard, az nem jön vissza. Itt volt a boss. Hoppá, Twinky. Szegénykét meg is öltük egyből. Na jó, van mindegy, akkor ő is megvolt. Itt volt a boss. Na. Nem tudom, hogy itt a... Kivövöldözik? Ó, oh, ja, jó, oké. Akit az előbb megöltem, hogy ne bántson, most nem öltem meg, ezért bánt. Nem tudom, hogy itt esetleg az Undead Burgben van még valami, amit nem vettünk föl. Na most itt... Itt fölvettük, itt nincs is más. Nézzük erre, mi van, van-e valami érdekesség. Á, csak a mélység. Jó. Oké. Semmi. Olyan jó érzés ezt az íjászt megölni, ezt... Á! Mindenféleképp megcsinálom. Tessék. Nem lövöldözik. Mit dobtál? Firebomb. Hm, az mondjuk nem rossz. Az mondjuk nem rossz. Most ide följöhetek még, de szerintem itt nem... Szerintem más nincsen. Firebomb 2. Hm, nem rossz. Még esetleg később használt vehetjük. Fölvettük, itt kimentünk ide. Jó, ezt fölvettük. Ezzel nincsen dolgunk, oké. Már csak azért szoktam megnézni, hogy az emlékeimet fölfrissítsem, de egyébként szerintem nem hiszem, hogy... Na! És itt van egy kicsit. Mindent fölvettük. Hogy erre mindenfelé voltunk. Itt volt a... Igen, itt volt az árus. És a hullája még mindig itt van. Szegény. Őtől levettük el egyébként a katonát. Ez nem tudom mi volt. Oh! Mi van? Ó! Oh. Ennyi. Jó. Szerintem itt már más nagyon nincsen. Egy dolgot mindenféleképp visszamegyünk a
Fire-Ning Shrine-ba. Mondjuk innen gyalog sincs olyan baromi messze. Tettem már nekik kibugolni. Mondjuk kaptam is tőlük egy picit, de nem baj. Jó. Oksa. Itt vagytok. Leülünk. El akarok menni a kovácshoz, mert valamire kíváncsi vagyok. Ez az undead perisbe. El tudunk akkor menni. Kíváncsi vagyok, hogy... Well, hello again. You seem to need anything for... Reinforce weapon. Na nézzük meg, hogy... Arra vagyok kíváncsi, hogy... I'll be seeing you then. Be careful out there. Furcsa ez nekem egyébként, hogy most mekkora katana az plusz 5-ös, vagy már az Uchi katana az plusz 5-ös. Mi az a... Modify... Csigatana. Ó! Rope Csigatana. Rope Csigatana. Aha. 144-esre föl tudnánk. Akkor a Modify-nál kellett keresni. És nem a... akkor most már 6-os. És akkor... Esetleg tovább reinforce-olni lehet, hogy ezt engedi? Ornát. Tűnik, hogy nát. Még 6-ostól, a 6-os után meg akkor kell majd a large. Vagy a very, very large. Titanite, ha... Don't get yourself killed. Neither of us want to see you go hollow. Amennyiben jól gondolom.
No. Itt az csigatlan a plusz 6. Jó van, előbb nem találtam meg. Ugye. Megkeressük. Előbb valami én nem láttam. Most már plusz 6-os. Igen, ez elő... Már furcsálottam is, mert ugye azt írták mindenhol, ne te, hogy plusz, hogy a large a plusz 6-osig föl lehet vinni. De azt ugye odaadtuk neki, és egy plusz 5-ösnél megállt, és akkor ott a modify-nál kellett, a rossz helyen kerestük a menübe. Modify-nál kellett tovább menni. És ez a Darkroot Garden, ami... ahova megnyitottuk azt a... kis lépcsőt. Mármint, hogy azt a járatot. Megnézzük, mi van erre. Haha. Na, ezek ilyen gazemberek. Jó. Lentebb lehet menni. Hú, de korlátozottak a látási viszonyok. Szia, Tefnut, hello, hello, mi újság? Hogy vagy, hogy vagy? Megnézzük, hogy erre mi van, vagy mi nincs. Megijedtem. Így ezek így vippelnek. Jó vagy? Na, örülök neki. Mit csináltál a hétvég... Ó, itt van egy item. Large Soul of Nameless Soldier. Ó, azt tudom, hogy... tudom, hogy oda be kell rakni majd egy cuccot. Meg... ezt is tudom. Ott a bonfire. Hát level up-olni biztos nem tudunk. Bocsánat a zugatásért, de... jó, ezt ide kell majd... contraption, ide kell majd egy cucc, amit... azt hiszem tudunk Andrétól is vásárolni. Ó! Oh. Oh yeah! Oda nem megyünk még be. Ó! Oh. Purple Moss, Bloodlet Mosscrown, na, itt ezeket tök jó, itt ezeket lehet farmolni. Bloodred Moss. Minden oké, okay. Sniper Ghost Contractot akartam ma elkezdeni, hiába van benne a stream
Labs játékfelelő listáján, ott nem jelenik meg a képernyőn az OBS felejtős. Ó, ajajajajaj, az nem hangzik túl jól. Itt van nekünk egy ilyen kapunk. De nem tudom, hogy oda most érdemes-e bemenni, hogy az most az boss-t takar, vagy mit takar. De vissza. Desktop capture. Ja, igaza van Neónak, igen, az is egy megoldás, hogy akkor az asztalt veszi föl. Well, hello again. You seem to be... Jó, purchase. Na nézzük, hogy itt. Na, ez a Christoph Artorias. Ez az a cucc, ami kinyitja azt az ajtót. 20 000 lélek. Esetleg ki lehet farmolni. Kettes rész már megvan, próbáltam, semmi még csak ki sem írja. Az elég rosszul hangzik így sajnos. Mehetünk oda is. Nézzük, hogy... Itt még itt is össze farmolhatjuk a 20 000-et talán. Azt még a mai napon azt meg akarom venni. Dobott valamit, de ezeket már szerintem annyira nem érdemes fölvenni. Titanite shardot dobott, dehogy nem. Nem is gondolná az ember egyébként. Mi az? 3000? Megvan. Na, itt vannak ezek a rapírók. Gyere csak! Mitől függ, hogy mennyit ad? Ez milyen szépen fénylik, ezt nem is vettem észre egyébként, hogy ez ilyen szépen fénylik. Jajajajajajaj! Meg lelüvöldöznek. Tehát ki a hátcsombú kettő nyílt, pontosabban. Jó.
Oh, francesen belé. Ez a másik macska Jancsi, az hol van? Ja, hogy oda ő leesett. Nezet. Tizennyolcezer. Most, hogyha elmegyünk a... Fortressbe. Ha jól emlékszem, 500-at adnak azok a kígyófejek. Mindjárt megnézzük. Fortressbe, és akkor van itt kettő. Az darabja 1000. Jaj. Na gyere! És akkor azt fogjuk csinálni, hogy leülünk még egyszer, és akkor még egy ezrest összegyűjtünk, és akkor a Crest of Artoriast akkor meg tudjuk venni. Amivel ki tudjuk azt az ajtót nyitni. Mint ez a kígyó már szerepeltek volna, hogy ismerősek, ma voltak már más játékban korábban. Igen, pontosan. Ugyanilyen ismerősek, Csigusz. Na gyertek. Nincs jöttek ketten. Au. Oké. Lemegyünk André Hó. Na. És akkor elvileg most már azt a kaput talán ki tudjuk nyitni, amennyiben jól emlékszem, és jól láttam egy másik végjátszás alkalmával. Csáltam, megnéztem. Nem, egyébként streamet néztem a játékról, és akkor ott volt ebbe benne ez, hogy elrohadt fa emberek. Gazemberek, innentől gazembereknek hívjuk majd őket. Milyen messze? Leesett. 100 lelket érnek. Micsoda virágok, azokkal nem lehet semmit csinálni. Nem. Ezek csak igazából ilyen mutatják az utat. Csak így mutatják az utat egyébként, hogy ilyen fényvirágok.
Marha jó. Á, jó, jól néz ki egyébként. Ott van fönt valami. Ó, oda majd más, hogy tudunk bemenni, ahogy... Aha. Onnan fogunk tudni elmenni oda. Érdekes, érdekes. Igen, na ezt még mindenféleképp meg akarom nyitni, és akkor körülbelül akkor ez lesz a mai streamünk megállója. Ki is nyitottuk, és akkor hát itt lesz egy csomó ilyen lovag, meg ilyenek, de most nem nagyon akarok lemenni. Ezzel kapcsolatban legalább ezt az utat, ezt megnyittuk. Bocs, mindenre rászok. Ja, de hogy is, én is egyébként. Ezt ide leültünk, mint a féle. És mentés, és akkor nagyjából akkor ennyi lesz mára. Szerintem hát, hogy most jól haladtunk-e, az egy viszonylag érdekes kérdés. Hát most megcsináltunk egy pár olyan dolgot, ami lehet, hogy később kellett volna, vagy egy picikét, hogy később segítsen meg. Köszönöm szépen, Neo, egyébként, hogy segítettél ott az Asylumba, hogy akkor ott azt a részt, azt úgy idézőjelbe kimaxoljuk, és akkor megvan most már ott is minden. Köszönöm szépen. Egyet árulj már el nekem, Neo, ott lent a füstkapu, az boss. Egyébként? Még nem? Ja, akkor ez csak ilyen átjáró. Uh-huh. Jó, hát azt majd legközelebb akkor meg fogjuk nézni. Rendben van. Hát akkor igazából én ennyit terveztem mára, hogy én szerintem legalább... Most az a jó egyébként, hogy tényleg 6-osra föl tudtuk szedni a kardot, mert rossz helyen néztük, tehát ugye nem a... Hol volt? Nem a... Hogy kell mondani ezt? Nem a levelátnál kellett nézni a kardot, hanem a Modify-nál. Ja, Rainforce, igen. Tehát ott a Modify-nál tudtuk a K6-osra fölvinni, és akkor most ez azt jelenti, hogy jelenleg úgy állunk, hogy 73/8 van, akkor most egy picikét növeltünk legalább a damage-én. Ennek a... Még egy szintet tudtunk. Úgyhogy ennyi, majd legközelebb akkor majd, hogyha nyomjuk tovább a Dark Souls-t, akkor itt ide fogunk jönni, és akkor el fogunk menni nem erre, hanem először megnézzük itt, hogy a füstkapu mögött mi van, és utána majd szépen eljövünk erre. Ott volt egy item, azt nem fogjuk elfelejteni, ez valahonnan... Ó! Wow! Figyelj már, az nem az a pillangó boss? ami ott van. De. Érdekes. De hát a... Aha. Wow. Ez komoly. Jól néz ki innen nézve. Most nem tudom, állítólag nem egy baromi nehéz boss fight, vagy én úgy hallottam róla, nyilván, hogy próbálni, még nem próbáltuk persze. Jól néz ki, csak kicsit genyó. Ja, varázsol össze-vissza. Dodge-olni kell sokat. Igen.
Ott van lent egy cucc, azt valahogy majd meg kell kaparintani. Valószínűleg majd lehet, hogy onnan a várból megy majd oda ki. Hogy hívják? Nem nehéz, csak genyó. Igen, ja. Úgyhogy ja, jó van, akkor körülbelül. Ennyi volt. Szerintem Kondi mindegyiket így ért meg eddig. Az egyébként tényleg mindegyik genyó, nem csak a könnyűek. Jó, ez az Asylumos, ez annyiból tényleg úgy, tehát idézőjelben könnyű volt, mert nem vált, tehát ugye az első bossnak az első, tehát az a játéknak az első bossza. És ugye most visszatér, és nem erősebb, csak mi vagyunk erősebbek sokkal. Tehát ugye van katana, vérzést tudunk ráadni, legalább nem is kell rá négyet verni, hanem már azt hiszem 3-2-ből már megadja a bleeding effektet. Na, egy picikét grídiskedtem, de bejött. Túl sok időt nem akartam vele itt eltöltögetni. Úgyhogy ja. Hát, jövő héten meg majd folytatunk valamit. Ezt is lehetséges. Megnézzük, akkor felfedezzük ezt a Darkroot Gardent. Mindenkit legyűrök? Köszi! Na most ennek örülök, hogy felfedeztük például ezt, hogy plusz 6-osra, hogy tudjuk, de innentől tényleg kell majd a Very Large Ember. Azt szerintem csinálhatjuk úgy, hogy felfedezgetjük itt a Darkroot Gardent, kicsit fejlődünk, és akkor utána lemedünk New Londóba, mert New Londó az nem egy egyszerű terep ebből a szempontból. Úgyhogy köszönöm szépen, Csigusz, hogy leügyisztél. Köszi srácok, akkor még egyszer, hogy itt voltatok, meg hogy segítettetek, illetve hogy segítettél Neo, köszönöm szépen, meg Koktó neked is köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm ezt a sok GG-t. Köszi. Úgyhogy mindenkinek jó pihenést, meg jó hetet kívánok jövő hétre, kitartást. A jövő hétre én köszönöm. Jövő héten majd, amikor lesz, akkor majd kiírom. Hétköznap nem biztos, de elképzelhető, hogy ott is egyszer-kétszer lehetséges. De mára viszont akkor ennyi volt. Jó éjszakát, jó pihenést, vigyázzatok magatokra, és akkor majd legközelebb, akinek van kedve, akkor ide. Itt találkozunk egy kis játékra, beszélgetésre. Na. Jó éjszakát, jó ét, sziasztok!